Sziasztok! Ígértem nektek, hogy jövök egy újabb videóval, amiben igazából csak gyakorlati dolgokat fogok elmondani, ugyanis a múltkor, amikor a luffatökről beszélgettünk, és mutattam meg, hogy sikerült a luffatök termesztésem itthon a kis kertes házamban, a Magasányásban, akkor ugye szembesültem azzal, és meg is mutattam nektek, hogy mennyire nagyon sok mag maradt meg abból a pár darab luffatökből, amit én sikeresen termesztettem, és akkor megígértem, hogy azok, akik szívesen vennék, vagy próbálnák ki a luffatök termesztést otthon, azoknak szívesen adok egy pár szemet. 5-10 szemről van szó, amit mondjuk nagyjából fejenként el tudok küldeni. Az, hogy ilyen nagy volt az érdeklődés, ez annyit jelent, hogy egyrészt másokat is megmozgatott, hiszen ez egy jó pofa dolog volt, más oldalról viszont azt is jelenti, hogy hiszen én nem értékesítem ezt, tehát nem nagyban termelem a tökmagokat, hogy aztán eladhassam őket, hanem csak egy felajánlás volt részemről, ezért mivel a készleteim igencsak végesek, bár ugye első pillantásra nagyon sok magom van, de a készletek mégiscsak végesek, és innentől kezdve én azt gondolom, hogy a sok jelentkezőre való tekintettel egy olyan 5-6 szem magot fogok tudni úgy nagyjából fejenként odaadni nektek. Ki is találtam azóta segítségetekkel, hogy legyen az elosztás ezeknek. Azt ugye azt gondolom, hogy nem lehet elvárni senkitől, hogy postázgasson, aztán utána én is sokféle az országban sokfelé postázgassam a pár szemmagokat, többe kerülne a maga a postaköltség, meg az egésznek a háttér környezet terhelő hatása, mint hogyha valamilyen más módszerrel oldanánk ezt meg. Úgyhogy végül is azt találtam ki, hogy lesz, ha jól emlékszem, 5 darab elosztópont az országban, és ott tudjátok átvenni. Lesz Pécsen, Szegeden, Budapesten, nálam Gödöllőn természetesen, és meg kell, hogy nézzem, hogy melyik is az ötödik. Igen, szóval nem is 5, hanem 6 hely van, tehát Budapest, Gödöllő, Szeged, Pécs, Székesfehérvár és Győr. Ez a 6 helyszín, ahova el tudom juttatni a magokat, és ott át lehet venni. A módszerre azt találtam ki, hogy készítek-e a Drive-on egy kérdőívet, ahol be tudjátok írni mindenki magának, hogy melyik átvételi ponton szeretné átvenni. Akkor én látom nagyjából, hogy melyik helyszínre mennyi magot juttassak el. Természetesen a magoknak az elosztásához olyan követőim vállalták, hogy segítenek, akik magánemberek és csupán csak a jó szándékuk jeléül vállalták azt, hogy ebben közreműködnek, tehát nem várhatjuk el tőlük azt, hogy a hét bármelyik napján, a nap 24 órájában rendelkezésre álljanak, és bármikor, amikor úgy gondoljuk, akkor beállítunk hozzájuk, hogy akkor jöttünk a tök magukért. Ezért kérek mindenkit, hogy aki ezeken az átvevő pontokon szeretné átvenni a magokat, az mindenképpen előtte e-mailben egyeztessen az átvevő helyszínnel. A kérdőben ez is le lesz írva egyébként, és akkor ott mindenféle információkat megtaláltok. A kérdőív linkje, ami jelenleg nyilvánossá fogok tenni, hogy elérjétek, az lent a videónak a leírásában megtaláljátok, és ott lehet jelentkezni arra, hogy ki melyik helyszínen szeretnétek magukat átvenni. Az, hogy a tökmag működik, azt nem tudom garantálni természetesen. Én tavaly az egyik gazdaboltba vettem luffatök magokat, és abból a 10 magból 2 nőtt meg teljesen, 2 csirázott ki. 3 kicsirázott, de igazából 2 volt az, amelyik megnőtt, és amelyik termett is tököket. Ezeknek a tököknek a magjait mentettem én meg tulajdonképpen, és osztom szét köztetek. Na most az, hogy ezek a magok működnek-e, vagy nem működnek, ezt sajnos nem tudom garantálni. Én is ezekből fogok idén ültetni. Méghozzá február végén tervezem, hogy elültetem a magokat. Nagyon hosszú csírázási időre számolhatok.
több hét, mire elkezd kibújni, úgyhogy csak meleg helyen legyenek, napos helyen legyen a palántázás, és rendszeresen locsolni kell. Nagyon szereti a meleget, a napot és a vizet, úgy, mint bármilyen más tök, úgyhogy érdemes erre nagyon figyelni, és ne lepődjetek meg, hogyha egy-két hét után még úgy tűnik, hogy meg sem moccan, és mondjuk mellette más palántás növény magról már elkezdett csirázni, a töknek ennél sokkal-sokkal több időre van szüksége, akár 4-5 hétbe is eltelhet, 4-5 hét is eltelhet, mire valami történik. Utána viszont, amikor megnőtt, és nagyjából olyan 30 centis palántáink lettek, és mert igazán meleg van kint, akkor olyan körülbelül május második felében, május vége felé lehet kiültetni őket a végleges helyükre. Arra számítani kell, hogy nagyon nagyra nőnek, több méter hosszú is lehet, és mindenképpen állítva, vagy futtatva, vezetve, esetleg lugasszerűen vezetve, kell őket tartani, nem lehet elfektetni, mint mondjuk a dinnyét, hanem lógatva kell őket vezetni, hogy a tökök minden oldalról jól meg tudjanak érni. Kiültetett helyüknél is nagyon fontos, hogy napos és meleg helyen legyenek, akár kerítésre is el lehet őket futtatni, mindenképpen a nap az érje őket, és sok vizet igényelnek. Hát remélem, hogy ez az év szintén sikeres lesz, bár őszintén megmondom, hogy ha éppen most ez az év ez nem sikerül, akkor sincsen probléma, mert a tavalyi évi terméseimnek a mennyisége az annyira sok, hogy ezzel a mennyiségű szivacssal, és ez még nem mindegyik, csak nem fér bele ebbe a szép kis üvegembe, szóval ez a mennyiség, ez annyira sok lett, hogy ezzel legalább egy évig, de inkább két évig biztosan el vagyok látva mosogatószivacssal vagy takarítószivacssal. Úgyhogy ha éppen most idén nem sikerül, akkor elfogadom, nem sikerül, remélem majd következő évben sikeres lesz. Ha viszont mégis sikerül, és lesz egy csomó új tököm újra, akkor a magadományozást ki fogom bővíteni egy kevés szivacstök adományozással is, de ez még a jövő kérdése, úgyhogy majd meglátjuk, hogy hogyan alakul. Minden esetre akkor még egyszer annyit kérek tőletek, hogy aki igényelt tökmagot, az a lent található linken jelölje be, hogy melyik átvevőponton tudná, szeretné átvenni. Ha bármi kérdésetek van, akkor nyugodtan azért írjátok meg itt lent hozzászólásban. Hát azt hiszem, hogy ennyi. Kívánok mindannyiótoknak sikeres töktermesztést, és felejtsük el a műanyag mosogató szivacsokat. Sziasztok!